A BRFK 19. kerületi rendőrkapitányságának idei önkormányzati támogatásából 46 a kapitányság állományában dolgozó rendőr, illetve munkavállaló munkáját köszönték meg. Grammer György Zsolt kapitányság vezető beszédében megköszönte az önkormányzat támogatását, majd hangsúlyozta, a célok közösek, hogy minél biztonságosabb legyen Kispest. A folytatásban az önkormányzat részéről Varga Attila alpolgármester köszöntötte a rendőrség munkatársait. A mi közösségünk Kispest önkormányzata, akik a kispesti lakók bizalmából gyakoroljuk azt a szolgálatot, ami a kispestiek jólétét jelenti. Annak a szolgálatnak az egyik legalapvetőbb része a biztonság. Hiszen lehet nekünk vagyonunk, lehet egészségünk, hogyha nem vagyunk biztonságban, akkor ezek a szerzett jólétek, ezek nem tudnak jól megvalósulni. Az önök munkája akkor jó, ha nem látszik. Persze akkor jó, ha látszódnak önök az utcán, de ez egy nagy család, egy nagy csapatról van szó az önök állománya részéről. Hiszen a háttérmunkát, akik elvégzik, azok ugyanolyan fontos szereplői a közbiztonságnak, a közrendnek, a közbizalomnak, mint azok, akik a testükkel, az arcukkal kint vannak az utcán, és képviselik azt a rendet, amit mindenkinek normaként be kell tartania. Úgyhogy én minden szinten köszönöm azt a munkát, amit napról napra elvégeznek, látva azt is, nem elfeledve, és nem akarok ünneprontó lenni, hogy egyre nehezebb a pályán megmaradni, egyre nehezebb azokat a motivációkat megtalálni, ami miatt önök ezt a hivatást folyamatosan és magas színvonalon végezni akarják. Nyilván az önök vezetői mindent megtesznek azért, hogy ez a motiváció ez fennmaradjon, ez a motiváció ez jelen legyen. Ez a mai nap is egy picit erről szól, és a Kispest önkormányzata, a kispestiek közössége nevében ezt a díjat, illetve pontosabban ezeket az elismeréseket, ezeket szívből jövően tudja önöknek biztosítani. A beszédek után Gajda Péter polgármester, valamint Krammer György Zsolt kapitányságvezető adták át a Kispest közbiztonságáért végzett munkájuk elismeréséért járó oklevelet és jutalmat.